Báthori uralkodásra tervett, és most te vagy az uralkodó, Gábor. Erdély fejedelmére! Ez Báthori Erzsébet. Készítsd elő a szobáját. Te maga az ördög! Menj, Martella! Túlzó György, Magyarország nádúra küldi. Gondolom meg akar győzni arról, hogy Erdély Magyarország része. Néném, mit tanácsol? Tartsd meg a kardot! Teljesen jogos az, hogy mindenki egy kicsit szkeptikus, meg nem annyira hiszi el, hogy nem csak hogy létjogosultsága van, de hogy ezt érdemes megnézni az óriási nagy külföldi sorozatok mellett. Én így ültem le elolvasni ezt a forgatókönyvet, hogy és a harmadik oldalon beszippantott. Szerintem a nézőt a negyedik percbe be fogja szippantani. Jól néz ki, jók a színészek, jók a sztori. Agyonveri, úristen, nézed Leventét, elvágja a torkát. Nem hiszed el. Egyszer csak felkapnak egy lányt, itt sikoltozik. Leszúrják az apját. Meghal. Még valakit itt agyonvernek. Itt is agyonvernek valakit. Hajtják a marhákat. És akkor tűz van. Felgyullad egy ember. Rohan, ordít, meggyulladok, lenyilazzák, meghal. Betlen Gábor feleségét játszom Károly Zsuzsannát. Ő valahogy egy ilyen tisztább lelkű, nyugodtabb, a férjét nagyon szerető, tisztességes, a gyerekeit nagyon szerető asszony, aki elég talpra esett, és én úgy gondolom, hogy elég okos is. Tényleg? Nagyon érdekesen keveredik, és ezt csinálják jól egyébként a külföldi sorozatok, hogy nem szobrot állítanak egy régi hősnek, hanem pont, hogy döntögetik a szobrokat, és megmutatják, milyenek ezek az emberek. Én sokszor mondom, hogy Móricz megfogta ezeket a valós történelmi személyeket, és így belenyomta a fejüket jól a sárba, majd újra feltartotta, és hirtelen ettől nagyon érdekesek lettek, életszerűek, izgalmasak. És a másik, amiért én most ezt sokkal jobban szeretem, mint egy külföldi, nagyobb költségvetésű sorozatot, hogy nézi az ember, és közben ott birizgál benne, hogy olyan érdekes, hogy egyébként én ezekről az emberekről tanultam az iskolába, csak nem figyeltem oda, mert nem érdekelt. De valahol ez a mi történelmünk, mi ezek vagyunk, és ettől ezt nagyon jó nézni, viszont nem ez a pátoszos, ó, micsoda dicső magyar múlt volt, mert ez nem volt dicső magyar múlt, de nagyon izgi volt. Nyilván van nagyon sok szépsége is, de én valahogy innen most, 2020-as évekből úgy érzem, hogy én örülök, hogy nem akkor éltem. Azért ez egy nagyon kemény világ volt, és hát főleg a nők számára. Az biztos, hogy a Tündérkert az életem legnagyobb projektje. Mondjuk az, hogy mindenki, aki ebben részt vett, annak ez élete legnagyobb projektje volt, tehát tök jó volt együtt átmenni ezen. Nagyon furcsa, mert nekem nagyon sok drámai jelenetem van ebben a sorozatban, és mégis valamitől ilyen nagyon boldog és humoros emlékeim vannak. Nagyon sokat nevettem a kollégákkal. Valószínűleg, amikor az ember drámát játszik, attól, hogy a feszültségét, vagy azt a rengeteg sok érzést egy picit fölszabadítsa, ezért így valahogy humorral kompenzál. Személyesen, mint filmrendező, irtózatosan sokat tanultam. Leginkább azt, amit mindig mindenki elmond, mindig mindenki tud, de meg kell tapasztalni, hogy a legfontosabb a jó történet meg a jó színészek. Ha ez a kettő megvan, akkor tök mindegy, hogy mi történik. Természetesen rendezőként, operatőrként, zeneszerzőként mindent rá lehet pakolni, de ha jó a történetünk meg a színészünk, és nekünk ez a kettő, ez most 100%-os, akkor ez jó lesz. És én 16 ezerszer láttam már a Tündérkert sorozatot az utómunka során, és nem tudom megunni. És meg tud lepni. Meg kell nézni a sorozatot. Nézzék meg az első részt. Egyébként az első rész az pont dupla epizód. Nézzék meg az első kettőt. Ha nem tetszik, nem kell tovább nézni. De nagyon meg fogok lepődni, ha nem tetszik. Bementek székre, és megölitek Báthori Gábort. Szedd össze a hajdúkat. Hajnalban indulunk. Én már nem tudom megállítani. Kell valaki, akire hallgat. Veled már az is unalmas, amit a legjobban csinálsz. Mondd el minden jobbánynak és szegénynek, hogy Báthori Gábor megvédi őket. Én tudom az igazságot. Nekem te is halott vagy, Gábor. Erdélynek végre olyan fejedelem kell, aki egyesíti a három nemzetet. Az Isten irgalmazzon neked, Betlen Gábor. Fejedelmet kell választanunk. Még ma.